Lorán. Evans. Megcsinálja a dobócselt, de nem tudta elengedni a labdát Harris. Ezt már el fogja dobni Evans, és be is megy neki. Ebből is látszik, hogy mennyi múlik az idegen légiósokon, mind a két oldalon. Evans betörése, szép befejezés. A hármas után egy dupla is az ő nevéhez fűződik. Egyelőre kiválóan kezdik a mérkőzést a vendégek. Lorán teszi föl. Egy-egyben ott marad, ő ezeket nagy biztonsággal meg tudja oldani. Evans, egy újabb betörés, az előbb már Zitzerrel fejezte be, és most is ezt teszi. Egy alapvonali helycsere volt Faust és Lorán között, és így Lorán vissza tudja játszani a labdát. Szép megoldás volt. Simán el tudjuk képzelni, hogy 20 fölé jut valamelyik csapat az első negyedet követően. Hát Evans egyelőre megállíthatatlan. Faust. Óriási léptekkel indul be, és zárkod egyet. Kovács, kisebb, sőt, hát nem is kisebb, hiszen a nagyobb, komolyabb sérülésből épült föl, vagy épülget, de még mindig föl. Jackson. Valerio. Szép három pontossal mutatkozik be. Nagyon jó ütemben, jó ritmusban engedte Valerio Bodon Vincent. Evansnek nagyon sokat köszönhet az ase. Két pontosokat jobban dobja a hazai csapat. A három pontosokban hajszára ugyanúgy állnak. Nem dobott még büntetőt az ETE, ez meglehetősen érdekes. A lepattanó csata is tulajdonképpen hasonló, mint hogy 3-3 eladott labda van. Egy eladott labda közben Bagó Martintól. Faust, Bagó most lépett a pályára. Kovács bepasszolja a labdát, Lorán pedig ki. Faust pedig bedobja. Faust egyből áll bele a triplába, amibe megy. Egyre inkább nyílik az olló a két csapat között, úgyhogy Bence Tamás joggal kér most időt. 24-21-ről 31-23-ra meglépett most az atomerőmű. Kovács. Kovács még. Átviszi az alapvonalon. Evans a sarokból bedobja. Mégpedig három pontos. Evans. Evans megtalálja a betörés lehetőségét, mégis is tudja vinni Zitzerig. Egész egyszerűen megállíthatatlan. Az első negyedben 12 pontig jutott, és megint egy eladott labda. Amit aztán gyors indításban fejezhet be a Paks, Evans pedig nem tudják megállítani. 46-32 akkor a nagyszünetben. Ez egy komoly negyed volt megint a paksiak részéről, és ezzel a Zalaegerszeg nem nagyon tud lépést tartani, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyáltalán az ETE-nek lesz-e visszaút ebbe a mérkőzésbe, hogy mit tudnak egyáltalán kitalálni, hogy egy kicsit szorosabbá tegyék ezt a találkozót, mert egyelőre az történik a pályán, amit az atomerőmű szeretne, és ennek megfelelően van egy 14 pontos előnyük. Gulyás nem merte föltenni, inkább kipasszolja Williamsnek, ő viszont nem dobja be. Kovács elől van, észreveszik, ez így egy könnyű zicser. Megint egy gyors indítás, megint egy könnyű gól. Egy nagyon érdekes végjáték elé nézhetnénk, csak hát közben kapnak is egyet. Harris is betalál, az a Harris, aki nem dobott pontot az első fél időben. Lehet, hogy Lorán nem dobott eddig jól, a 8-1 ezt mutatja, sőt már 9-1, de szerzett 9 lepattanót mellett. És marad is. Lorán újabb lepattanót szerez, ez már a 10. volt neki, aztán egy gyors indítás, Lorán Zitzerrel fejezi be. Egyelőre nem tudja áttörni a lélektani 20 pontos határt, vagy hogy elérje a 20 pontot az atomerőmű. Kis. Evans, 5 másodperc van már csak a támadó időből. Jackson, ő meg bedobja a hármas. Ennyi mennyiségű eladott labdával egész egyszerűen nem lehet partiban maradni. Ráadásul
ráadásul Valerio Modon a mérkőzésen a második három pontosát is bedobja. Létszámfölényben vannak, erre eladják megint a labdát. Erre nagyon nehéz bármit is mondani. Közben Henry zsákol egyet. De jóval kevesebb büntetőt is dob az Alegerszeg, és hát ezek közül az sem mindegyiket be. Lóránt megy a lepattanóért, és fölteszi Kovács dobása után. Két pontosokban egyébként bármilyen furcsa, jobban áll az Alegerszeg, a százalékokat nézve. Három pontosokban viszont nem. És lehet látni, 23 büntetőt dobhatott már az atomerőmű, és csak 8-at a Zete. Ugye volt 24-21, aztán 22-11, és most 24-20 volt legutóbb. Valerio Modon, Vincent újabb kosarat szerez. Kovács, bedobja! Kovács Ákos is betalál kintről. És egy eladott labda tőle, Kovács szerzi meg. És a gyűrűs ből ütötte ki a labdát alulról, Gulyás, úgyhogy természetesen jó a kosár. Nem tudom, mit akart ott négy ember közé, kisember létére bevitte. Mert az más kérdés, ha Evans beviszi, az ő atletikus képességeivel ő meg is tudja oldani a végén, és be tudja fejezni. Pontosan négy ember közé vitte be a labdát, jó volt a lassítás. Simon Krist, a Paksi, aki a lepattanó, elől van Lóránt. Megérkezik Harris, beleáll a trojkába, és be is dobja. A labdát is megy a sajátjáért. Lóránt szerzi meg végül, fölteszi falttal együtt. Gulyás lökte őt meg. Valerio Modon. Ó, de szépen csinálta! A végeredmény tehát 94-70, 24 pontos atomerőmű győzelem, az igencsak megfogyatkozott Zalaegerszeg ellen. Tulajdonképpen az első 1-2 percet leszámítva nem volt esélye a Zetének. Még az első negyedre, azt mondom, az a 24-21, az még egész jól nézett ki, de utána a második negyedben egy nagyon komoly különbség alakult ki, 22-11, és onnantól kezdve tulajdonképpen nem volt megállás, és hát az atomerőmű az végig megtartotta ezt a 16-20 pont körüli előnyét a mérkőzésen. De hát volt nagyon sok jó teljesítmény, egyéni teljesítmény mind a két oldalon, erről se feledkezzünk meg. Úgyhogy én a végeredménnyel búcsúzom még egyszer, atomerőmű, Zalakerámia, az ETL 94-70.